Hogyan tartsuk a kistestű kutyát, és mik a, azok a sarokpontok, amelyek a kistestű kutya tartásához ö, ö, talán érdemes megemlíteni. Ez, ezek, ö, ezek a kis sarokpontok, ezek ö, talán, talán evidenciák ö, mindenki számára, de talán érdemes rajta gyorsan átszaladni. A kistestű kutyákra az érzelem-gazdagság jellemző, és ö, igénylik az ember közelségét ezért inkább ezekre a kistestükre jellemző, nyilván minden kutyára jellemző lehet, hiszen ez egy tanulási folyamat, és, és, az, intelligenciáján, az állat intelligenciáján, illetve mégiscsak a habitusán és az egyeden is nagyon sok múlik. De itt most ugye a kistestű kutyákról beszélünk, és ezekre általában ez jellemző. Az együttlétet rendkívül mód szeretik az emberrel a bezártságot, Többé-kevésbé nem annyira jól Tűrik, hogyha ez tartósan az életüket életükre rányomja a bélyegét. Az egyedüllétet is bizonyos mértékig tolerálják csak hosszan, tehát ezekre érdemes odafigyelni. Könnyen, könnyen lehet velük viszont mozogni. Tehát ez a, ez a kutya kategória, akivel a városi ember könnyen együtt tud élni, könnyen tud vele mozogni, akár szállítás Közben, tehát ide-oda tudja szállítani, nem okoz problémát. Sokat látunk vidéken olyan biciklistát, akinek a kosarában ott ül a kiskutya, és mindenféle probléma nélkül ezt is képesek megtanulni, hogy békén üljenek a szállítás ideje alatt. Tehát ilyesmikre nyilván csak egy kis testű kutya képes. Az etetés mennyiségére és, és részben kicsit a minőségére is kevésbé érzékenyek a nagytestű kutyáknál. A nagytestű kutyákról sokat beszéltünk már, és azokra a problémákra már több fórumon is rámutattunk, hogy milyen, milyen fontos a nagytestű kutyáknak az etetése, főleg a, a felnövekés idejében. Ez a kistestű kutyákra nem nagyon jellemző. Általában a lakásban jól tarthatók, és mindenféle formában, ki is aknázhatók azok a tulajdonságok, amikkel ezek rendelkeznek, jó jelzőkutyákká tudnak válni, bizonyos fajták közül nagyon jó vadászkutyák, kotorékok, terelő feladatokat is nagyon jól képesek ellátni. Tehát a, a, a skála viszonylag széles, ezen belül, ha kis testű kutyát választunk, jól gondoljuk át, hogy melyik legyen az.